Köszöntöm kedves nézőinket, Önök a Dunai Város Televízió Hírháttér című magazin műsorát látják. Bajnai Gordon Dunai Városba látogatott kedden. Ezzel megkezdődött az Együtt PM országjárása. A pártszövetség vezető politikusai Magyarország minden megyéjébe elutaznak, hogy személyesen találkozzanak a választókkal. Bajnai Gordon, az Együtt 2014 Párbeszéd Magyarországért választási szövetség vezetője látogatott kedden délután Dunajvárosba. A sajtótájékoztatóra érkezőket ellentüntetők fogadták olyan transzparensekkel, mint például nem akarunk adóemelést. Kívánok, én is tisztelettel köszöntöm Önöket. A mai napon kezdtem meg azt az országjárást, amely a következő hetekben a választásokig tart, és amelyben szeretnék eljutni az ország minden szegletébe és mindenhová elvinni azt a hírt, hogy Magyarországnak változásra van szüksége. Itt Dunaújvárosban nem a sajtótájékoztatóval kezdtük a mai napot, hanem előtte a térség számos meghatározó vállalkozójával tartottunk egy zárt körű fórumot, megbeszélést arról, hogy vajon mit lehetne azért tenni, hogy Dunaújváros és a térsége is ismét a gyorsan fejlődő gazdasági térségek térképén legyen rajta, ne azokon a veszélyeztetett területek térképén, ahol az elbocsátásoktól, a leépüléstől, a leszakadástól, az ellehetetlenüléstől kell tartani százaknak és ezreknek. Erről beszéltünk vállalkozókkal, sokféle szektorból jöttek, sokféle kérdésük volt. Az egyik rögtön arról szólt, hogy mi történik most a forinttal, minek a jele, ez mennyire kell aggódni. Azt mondtam el nekik, hogy valójában ez még nem a legnehezebb pillanat. Az, ami a forinttal ezekben a hetekben történik, a 310 körüli, a fölötti árfolyam, az valójában csak az, amikor a hajó az első jégtábláknak ütközik, mielőtt neki menne a jéghegynek. De sajnos a jéghegy felé tartunk, és az elmúlt napokban a jegybank elnöke és a miniszterelnök is inkább csak leszólt a kazánba, hogy több gőzt, haladjunk gyorsabban, ahelyett, hogy fordulatot hajtana végre, és elkormányozná az országot a közvetlen veszély útjából. Magyarország veszélyben van, mert hozzá nem értő dilettáns gazdaságpolitikát folytat. Éppen ezért javasoltam ma, hogy jó lenne, hogyha a Parlament Gazdasági Bizottsága a jegybank elnökét beszámoltatná azokról a kockázatokról, amelyek a monetáris politika kapcsán Magyarországra leselkednek. Helyes lenne, hogyha a jegybank elnök megmagyarázná azokat a politikákat, azokat a lépéseket, amelyek az országot veszélybe sodorták, sodorhatják. Azt kell látni, hogy Orbán Viktor mondata, miszerint ő átmegy inkább az utca túloldalára, ha egy jegybankárt lát, és ő semmiképpen nem szól bele a jegybanki politikába, az álságos, mint általában a miniszterelnök úr mondatai. Álságos, neki nincs szüksége arra, hogy beleszóljon. Bolond ember az, aki magával beszélget. Miniszterelnök úrnak a jobb keze van a jegybankban, elég, ha az ujjait mozgatja, már azzal is csinálja a monetáris politikát. Ezért azt gondolom, hogy világossá kell tenni, hogy mindazért, ami ezekben a napokban a forinttal történik, ami Magyarország gazdaságát a forint árfolyamánál szélesebb értelemben is veszélybe hordozza, azért természetesen a miniszterelnök személyesen a felelős, hiszen ő az, aki a jobb kezén keresztül például a monetáris politikát is alakítja. Más témákról is beszéltünk a vállalkozókkal, és leszögeztük, hogy az egyik legfontosabb, hogy Magyarországon most azok a térségek is veszélybe kerültek, amelyek az elmúlt 10 évben előre haladtak. Ilyennek tekintjük Dunaújváros szélesebb térségét is, hiszen az elmúlt 10 évben itt létrejött a Hankook beruházás, itt jelentősen nőtt, gyarapodott, erősödött a papíripar jelenléte. Egy korábban tisztán a kohászattól függő város, az elkezdett diverzifikálni, terjeszkedni, több irányba megosztani a kockázatokat, és sok embernek munkát adni. Aztán 2010 óta szinte semmi nem történt ebben a térségben, csak annyi, hogy a Dunafer most válságban van, és sok száz ember elbocsátásáról van szó már a választások előtt is, és ki tudja, hogy mi történik majd a választások után. Ezekről a kockázatokról is beszéltünk, és arról, hogy vissza kell térni ahhoz a stratégiához, amely egy-egy térségben hosszú távon gondolkodik, koncepciót alkot rá. Például Dunaújváros vonatkozásában látja, hogy hosszú távon kell arra gondolni, hogy hogyan tartsuk meg a lehető legtovább a kohászatot, amelynek nem csak itt helyben, hanem országosan van jelentősége.
hogyan őrizzük meg azokat a technológiai folyamatokat, például a folyékony technológia, amely lehetővé teszi, hogy a gyártás teljes vertikuma megtörténhessen, ezzel hosszú távon megmaradhasson ez a termelés itt, de ugyanakkor hogyan kezdünk el gondolkodni abban, hogy a főiskola az oktatás megerősítésével, a kutatásfejlesztés ide kapcsolásával, a hangokhoz hasonló más beruházások a térségbe vonzásával, tudatos célzott idecsábításával, hogyan készülünk fel arra, hogyha ilyen a válsághelyzet adódik a kohászatban, a térség akkor is talpon maradjon, viruljon, és munkát tudjon adni a polgároknak. Mert ha munka van, akkor minden van. Ha nincs munka, akkor pedig szétesik a térség, szétesik a társadalom, menekülnek innen az emberek, vagy elszegényednek. Erre kell stratégiai választ adnunk, erre nem adott semmilyen választ a jelenlegi kormány és a jelenlegi önkormányzat az elmúlt években, és 2014 júniusától az ilyen hosszú távú, célzatos, szakszerű gondolkodással kell felváltani azt a fényevő gazdaságpolitikát, ami a Magyarországon zajlik. Erről és sok minden másról beszéltünk a térség vállalkozóival. És hát ezen a találkozón részt vett Magyar András is, aki a térségben az összefogás közös jelöltje. Én, mint az Együtt PM Szövetség vezetője, azért jöttem el ide, mert minden, az ország minden választókörzetében minden egyes jelöltet a közös, a saját jelöltünknek tekintünk, így az összefogás jelöltjének tekintjük Magyar Andrást, a sajátunkként támogatjuk ebben a folyamatban, és azért szurkolunk, azért küzdünk, azért kampányolunk, azért megyünk el mindenhová, hogy itt a térségben is az ő sikerét, és ezen keresztül Magyarország megújulását segítsük. Mondd-e? Látnunk kell azt, hogy Dunaújvárosban munkahelyteremtés az elmúlt ciklusban nem történt. Nem voltak beruházások, a mostani beruházások az előző városvezetésnek köszönhetőek, ezeknek a kifutása mondjuk úgy most zajlik. Nem látunk koncepciót, nem látjuk a tervszerűséget. Erre mondhatjuk azt, persze, elvitték a 17,5 milliárdos adósságot a városból. Az állam elvitte. De ki fogja ezt megfizetni? Mi fogjuk megfizetni, adófizetők? És úgy alakították át az adózást, hogy ez a pénz már nem fog többet befolyni a város kasszájába. Azt gondolom, hogy egy tévúton van az ország, és tévúton van ez a város ezzel a vezetéssel. Ezen változtatnunk kell. Nagyon fontosnak tartom azt, hogy egy okos, higgadt, szakmai beszélgetések azok, amik előre vihetik ezt a térséget, ezt a választókerületet, hogy Dunaújváros és a térsége újra egy dinamikusan fejlődő, innovatív, fiatal város legyen, ahol jó élni, jó így dolgozni, jó fiatalnak lenni. A sajtótájékoztatón elhangzottakra a Fidesz Dunaújvárosi Szervezete a következő közleményben reagált. Dunaújváros nem kér a korrupt Gyurcsány koalícióból és a megszorításaikból. Reagálás a Gyurcsány koalíció Dunaújvárosi sajtótájékoztatójára. A Gyurcsány koalíció volt minden idők legkorruptabb kormányzása, és ma is tele van korrupciós ügyekkel. A dunaújvárosiak nem kérnek a korrupt, bukott baloldalból és a megszorításaikból. A dunaújvárosiak nem kérnek többet a munkanélküliségből, a megszorításokból, amelyekben folyamatosan részük volt az első Gyurcsány korszakban. Ha rajtuk múlna, ma is ugyanúgy folytatnák a közpénzek és a nemzeti vagyon lenyúlását és a megszorításokat. A Gyurcsány koalíció el akarja törölni a rezsicsökkentést, a családi adókedvezményt, a gyedextrát és brutális adóemelést akar. A Gyurcsány korszak a sorozatos megszorításokról szólt, a dunaújvárosi családok nem felejtik, hogy ma ugyanazok vannak együtt, akik munkanélküliséget hoztak Fejér megyére is, és elvettek az emberektől egy havi munkabért. Ugyanők hazudták, hogy nem lesz gázáremelés, aztán 15-ször emelték a rezsit. Nem kimélték az időseket sem, elvettek egy havi nyugdíjat, és bevezették a vizitdíjat. A családokat sorozatos megszorításokkal sújtották. Elvettek egy évnyi gyest, eltörölték a gyerekek után járó adókedvezményt, még a családi pótlékot is megadóztatták volna. Az újabb Gyurcsány programról is csak egy biztos, hogy fájni fog. A Gyurcsány koalíció el akarja törölni a rezsicsökkentést, a családi adókedvezményt, a gyedextrát, tandíjat akarnak bevezetni, és brutális adóemeléssel akarják büntetni mindazokat, akik a családi adórendszerrel jobban jártak. Teljesen mindegy, mit ígérgetnek a dunaújvárosiaknak, soha egyetlen ígéretüket sem teljesítették nekik, sőt, homlokegyenest az ellenkezőjét csinálták mindannak, amit ígértek.
A választás tétje a dunaújvárosi családok számára is, hogy Magyarország és a családok tovább tudnak-e erősödni, vagy hagyjuk-e, hogy visszajöjjön az új gyurcsánykorszak, amely már egyszer tönkretette nem csak az országot, hanem az itt élő családokat is. Fidesz dunaújvárosi szervezete. Az országos tájékoztató sorozat részeként sajtótájékoztató mutatta be a programot és annak idei pályázatait a Fejér megyei kormányhivatalban Nagy Anna, az Erzsébet program szóvivője és dr. Galambos Dénes kormány megbízott. Azt gondolom, hogy nem első alkalommal, és bizony benne, hogy még sok alkalommal fogunk az Erzsébet programmal, mint a Nemzeti Üdülési Alapítvány Emides programjának a részleteiben megismerkedni, és időről időre a sajtóképviselőit tájékoztatják a program vezetői, szóvivője és munkatársai arról, hogy mi történt az elmúlt időszakban, tehát 2013-ban, és melyek azok a programok, amelyek 2014-ben meghirdetésre kerülnek. 2012-ben a Magyar Nemzeti Üdülési Alapítvány az Erzsébet program keretében szociális üdültetésre 3 milliárd forint értékben írt ki pályázatokat. Ennek köszönhetően több mint 100 ezer ember, ebből több mint 30 ezer gyermek jutott üdülési és táborozási lehetőséghez. Az Erzsébet program 2014-ben is folytatódik. A Magyar Nemzeti Üdülési Alapítvány által ebben az évben kiírt pályázatok induló keret összege 3,5 milliárd forint. Az Erzsébet program gyerekeknek ez egy része annak a nagy összesnek, ami az Erzsébet program keretében a Nemzeti Üdültetési Alapítvány egyik programja. És ennek a forrása, ugye, hogy pénzről is beszéljünk, az pedig az Erzsébet utalványból központosított és akkumulált pénz, amelyből lehet táborozásokat, gyerektáborokat, szociális üdültetést, gyógyfürdő igénybevételt, hogy csak példálozva mondjam, megkérdetni. Ezek a pályázatok folyamatosan jelennek meg a Erzsébet programnak a honlapján, illetve ahol nincs, akinek nincs elérhetősége. Annak ajánlom, hogy az e-pontokon, illetve az integrált közösségi tereknek a irodáiban jelentkezzenek be, és a munkatársak segítenek kitölteni a pályázatokat. Tudnék, azért fontos a pályázatokon van a részvétel, mert pályázni kell a üdülésekre is, és a programokra is. Tekintettel arra, hogy a keretszámok azért végesek. Magyarország legsikeresebb szociális programja az Erzsébet program, sőt a kedvezményes üdülésben résztvevők számát az egész lakosságra vetítve Európában is kiemelkedő. Nagy Anna szóvivő szerint az Erzsébet program nem csak sikertörténet, hanem egy szép emberi történet is egyben. A támogatásra szánt pénzösszeg lehetővé teszi, hogy többek között nyugdíjasok, fogyatékkal élők, nagycsaládosok, egészségügyi dolgozók vagy szociálisan hátrányos helyzetű gyermekek juthassanak el a Balatonra és az ország más helyszíneire üdülni. Kedves hölgyem, gratulálok, valami csoda délután csinált nekünk ezzel a jó történettel. Ez valami igazi történet, vagy álom a gyerekeknek? Ez valóban néha úgy hangzik, mintha nem lenne igaz, de ez egy teljesen valódi történet. És egészen addig, amíg el nem mentem magam is ezekbe a táborokba, és nem láttam, egy kicsit nekem is olyan volt, minthogyha ez valóban csak a könyvekben létezne. De hát itt nagyon valóságos gyerekek, nagyon valóságos öröme van benne ebben a programban, és ezt azt hiszem, hogy amikor először meglátja az ember, akkor onnantól kezdve ennek valóban mélysége és tartalma lesz. Ez valóban a harmadik évünk most, ami részint persze egy komoly tapasztalat, másrészt viszont még mindig egy nagyon fiatal programról beszélünk, hiszen összesen 2 év az, amióta működik a program, és ez alatt a 2 év alatt több mint 250 millió embert értünk el, óriási nagy számok, de én azt hiszem, hogy sokkal fontosabb az, hogy kik azok, akiket elérünk, hiszen ebből a 250 millió emberből 100 000 a gyerek. Ebből a 250 millió emberből nagyon sok olyan ember van, akik soha az életben nem tudtak még elmenni nyaralni. Olyan nagy családok, akiknek ez volt az első alkalom, hogy közösen tudtak elmenni valahova. Olyan gyerekek, akik életükben először élték meg azt, hogy a vakáció nem csak arról szól, hogy tengenek-lengenek az utcán, hanem arról, hogy program lehet, hogy nyár lehet, hogy Balaton lehet. Nagyon sok olyan ember, akinek az első élménye volt arról, hogy vonatra lehet ülni, hogy meg lehet nézni a Balatont. Úgyhogy én azt hiszem, hogy ezek az élmények, ezek még sokkal fontosabbak, mint a számok önmagukban. Ez egy hihetetlen szociális segítség. Óriási nagy segítség, és
Onnan is látszik, hogy ez mennyire érzékelhető segítség, hogy milyen hatalmas nagy ütemben érkeznek a pályázatok. Gyakorlatilag naponta tucatjával, százával érkeznek a jelentkezések, és vannak olyan pályázataink, amik már jóval a jelentkezési határidő előtt be is teltek. Ez mindenképpen azt jelenti, hogy azok, akik hallottak erről a programról, vagy már részt vettek benne, azok pontosan látják és érzik, hogy ez egy óriási nagy lehetőség, amivel érdemes élni. Nézzük meg közelebbről. Én jelentkezek erre a pályázatra, fölmegyek, gondolom a www.erzsébetprogram.hu-ra, és meglátom, hogy mi tetszik nekem. Utána mi történik? Elmegyek egy hétre? Hova? Mit fogok csinálni? Ki fog nekem főzni, enni, inni, adni? Mielőtt felmegy a honlapra, valóban az erzsébetprogram.hu honlapra kell fölmenni, először is tisztázni kell, hogy ön nagy családos-e, fogyatékossággal élő-e, vagy nyugdíjas-e, hiszen akkor tud jelentkezni. Gyerekeknek külön kategória van, de azt hiszem, hogy ezeket már inkább a gyerekek szempontjából érdemes nézni. Nézzük akkor először a szociális üdüléseket. Hogyha valamelyik kategóriába belefér, tehát valamelyik célcsoportnak a része, akkor gyakorlatilag befizeti azt az önrészt, amit be kell, ami 5000 forint egy szociális üdülési pályázaton. Ha gyerekei vannak, akkor rájuk 2500 forintot fizet. Miután befizette az önrészt, kap egy kártyát, és kiválasztja, hogy hova menne szívesen nyaralni. Lehet, hogy azt mondja, hogy olyan helyre menne, ahol teljes ellátást kap, ahol nem kell törődni azzal, hogy főzzenek, ahol nem kell semmivel se foglalkoznia, csak egy pár napra valóban szeretné feltenni a lábát. Van ilyen lehetőség. El lehet például menni a Balatonöszödi volt kormányüdülőbe, ami valamikor csak azoknak volt, akik kiválasztottak voltak. Most már a nagycsaládosoknak, a fogyatékossággal élőknek speciális apartmanok, speciális szobáik vannak. Tehát megnyíltak gyakorlatilag ezek a lehetőségek. De lehet, hogy azt fogja mondani, hogy inkább szeretne elvonulni a világtól, fölmenni a hegyekbe, egy olyan kis vendégházba, ahol majd mindent elintéznek maguknak, majd megfőznek, csak ne lássanak embert egy hétig, erre is van lehetőség. Tehát több mint 50 olyan helyszín van az országban, amik közül választani lehet, ki mit szeretne csinálni nyáron, tavasszal, ősszel, amikor szeretne elmenni üdülni. Ami hihetetlen, szinte mesébe illik az ön tényadata, hogy milyen életkori csoportok jelennek meg ezekben a táborokban. Valóban a nagycsaládosok közül például egészen picike üdülőink is voltak, tehát a legfiatalabb egy néhány hetes kisbaba volt, aki azután született meg, hogy a szülei sikeresen pályáztak az Erzsébet táborra, de a táborokban 7 éves kortól egészen 17-18, sőt tavaly volt egy olyan táborunk, ahol 21 éves korig lehetett jelentkezni. Ott megint csak egy nagyon széles korcsoport van, és hát persze vannak a nyugdíjas pályázataink, ahova nincs is legfelső korhatár, hiszen tavaly volt egy 104 éves üdülőnk, úgyhogy gyakorlatilag nem is tudnék olyan évszámot mondani, amilyen korú nyaralónk ne lett volna tavaly vagy tavaly előtt. 1 millió forintot adott át a Dunaújvárosi Labdarúgó Szövetség dr. Mészáros Lajosnak, a Szent Pantaleon Kórház főigazgató főorvosának. Az összeget az új CT készülékre gyűjtötték jótékonysági akció keretében. Nagyon komoly esélye van annak, hogy a hátra lévő körülbelül 10-11 hónapban sikerül nyilvbe ütni ezt a beszerzést. Meghaladta a 10 millió forintot a Szent Pantaleon Kórház új CT készülékére gyűjtött összeg. A szükséges berendezés 100-120 millió forintba is kerülhet. A részletfizetés igényléséhez szükséges önerő akár a 30 milliót is elérheti. A CT-re tavaly évvége óta folyamatosan érkeznek felajánlások. 1 millió forintot vehettünk át a Dunaújvárosi Labdarúgó Szövetségtől. Ez számukra is meglepetés volt, hogy a Karissa Kupa bevételeivel így fel lehetett kerekíteni az összeget, és polgármester úr, Cserna Gábor polgármester is hozzájárult ahhoz, hogy ez egy kerek összeg legyen, tehát így alakult ki ez az 1 millió forint. Az előzménye az, hogy október 23-án kapta meg a Dunaújvárosi Labdarúgó Szövetség a Dunaújvárosért díjat, és ez volt az az induló összeg, ami elindította ezt a gyűjtést. Magánszemélyektől is jött felajánlás, a környező és a Dunaújvárosi Önkormányzattól szintén. Átlagosan 100 forint lakosonkénti hozzájárulást
tudtak az önkormányzatok megszavazni. Dunaújváros így 4,8 millió forintot, Rácsalmás például 1 millió forintot, de több környező önkormányzatot is említhetnék, és a többi önkormányzat is a jövő évi költségvetésébe betervezi ezt az összeget, és várjuk az ő értesítéseiket is, és továbbra is várjuk a lakossági hozzájárulásokat is, és így azt gondolom, hogy ősz elejére össze tud jönni a kezdőtőke. A cél érdekében a Dunaújvárosi Labdarúgó Szövetség is összefogott és gyűjtést rendezett. A mozgalom sikeresnek bizonyult, így ők 1 millió forinttal tudtak hozzájárulni a CT-hez. Több ilyen akciónk volt már a Dunaújvárosi Labdarúgó Szövetség keretein belül. Működik a Társadalmi Felelősség Bizottságunk, sokadik ilyen akciónk, de azt tudom mondani, hogy a legsikeresebb ez idáig. A 12. Kalisza Kupa alkalmával szerveztük meg ezt az akciónkat. A pénz úgy állt össze, hogy a Dunaújvárosi Labdarúgó Szövetség talán pont ezeknek a jótékony akcióknak is köszönhetően nagy büszkeséggel mondom, hogy megkapta a Dunaújvárosért díjat 2013-ban. Ennek pénzügyi vonzata is volt, hiszen 200 ezer forinttal jár ez a díj. A 200 ezer forintot Kalácska András, a Dunaújvárosi Labdarúgó Szövetség elnöke már ott a díját adó ünnepségen fölajánlotta a CT vásárlásához. Ebből indultunk ki alapvetően. A kezdőtőkét a Karissa Kupa nevezési díjainak 10%-a, további csapatok felajánlásai és a tombola árusításából befolyt összeg növelte, majd az összegyűlt 878.500 forintot Cserna Gábor polgármester egészítette ki 1 millió forintra. Elkészült az új vízelvezető rendszer Nagyvennyiben, amelyet a mintegy 60 ingatlanhoz tartozó belvizes terület tett szükségessé. A csatornát dr. Galambos Dénes kormány megbízott adta át. Az ünnepélyes átadáson azok vannak jelen, akik nélkül ez a beruházás nem valósulhatott volna meg. És tudjuk, hogy azok vannak jelen, akik velünk együtt örülnek a beruházás sikerének. Nagyvenyim községen átadásra került a csatornahálózat, amelyet ünnepélyes keretek között avattak fel. Tavaly július 31-én kezdődött ez a kivitelezés, több mint 100 millió forintból Nagyvenyimen egy belvíz által sújtott terület vízrendezése. Akkor is itt voltam, és mondtam, hogy 7 hónappal ezt követően egy gyönyörű munkát sikerült átadnunk, átvennünk, és sokasszor járok Venyimen. Nagyon sokat fejlődött a település az elmúlt 4 évben. És örömmel jövök, mert mindig tudom, hogy újabb feladatot, újabb célt határoznak meg az itt élők, és egyeztettük polgármester asszonnyal, a következő átadásra már márciusban sor kerül, amikor is a csatornázás második üteme is elkészül, nagyot fejlődött a település. Magyarországon egyik nagy kincsünk a víz, sőt úgy fogalmaztam, hogy talán a legnagyobb értékünk, és ezt a kincset őrizni, védeni kell, és minden módon fejleszteni, és a mi hivatalunk, az energetikai és közműszabályozási hivatalnak is ez egyik kiemelt fontos programja, és minden olyan célt, feladatot, ahol egy település, egy közösség a vízzel kapcsolatban, legyen az csapadékvíz, ivóvíz, szennyvíz, fejleszt, ott mi támogatást nyújtunk, mind emberileg, mind szakmailag, és örömmel jelenek meg személyesen minden ilyen átadásom. 2014-et írunk már, és 2014-től 20-ig terjedő időszakban az Unió jelentős összegű fejlesztési forrásokat biztosít. Mi több, ma már nem csak központi szinten, országos szinten, hanem megyei, illetőleg kisebb települési szinten is önállóan dönthetik majd el, hogy mire használják fel ezeket a forrásokat. És arra bátorítottam a jelenlévő polgármestereket, hogy készítsék elő ezeket az anyagokat, nyújtsák be, és meggyőződésem, hogy akár egy 2-3 éven belül jelentős forrásokat tudnak lehívni infrastruktúrális fejlesztésre. Látom egyébként, hogy készültek erre a feladatra a szakértők bevonásával, úgyhogy a térségi Dunaújváros és kistérsége is milliárdos összegekhez juthat a közeljövőben. A tervek szerint a csatorna teljes átadására június első heteiben kerül sor, ami nem azt fogja jelenteni, hogy az egész település akkor veheti használatba, hiszen február végén, március elején a már elkészült részen részműszaki átadásra kerül sor, és ezzel az ott élők 70%-a már használatba veheti a csatornát.
Ez egy olyan területe volt a településünknek, ami a régi nagyvenyimiek tudják, hogy ez valamikor a kertészet területe volt. Pontosan azért, mert több oldalról erre a területre folyt le a víz, így az öntözés meg volt oldva. A kárpótlás során ezek a földterületek magánkézbe kerültek, és belterületbe lettek vonva, fellettek osztva lakó telkeknek, aminek mi természetesen nagyon örültünk, hiszen minden hozzánk költözött, nagyon-nagyon szívesen fogadunk, de a telkek kiosztása során nem került sor a belvízelvezetésre, épültek a házak, sajnos nem mindig olyan tervek szerint, ami megfelelt a talaj szerkezetének, adottságainak, és így fordulhatott elő, hogy egy belvizes területre épült a 60 ingatlan. Én azt gondolom, hogy az önkormányzatnak, mint jó gazdának oda kellett állni emellé az ügy mellé, és természetesen pályázati támogatással, önrészbiztosításával meg tudtuk ezt a közel 100 milliós projektet valósítani. Egy sikeres közbeszerzés után gyors és hatékony munkával készülhetett el a község csatorna rendszere, amelyet a településen élők nagyon vártak már. Ez egy példaértékű beruházás, mind minőségében, mind az átfutási időben. Nagyon gyorsan, nagyon jó minőségben készült el a beruházás. A Közép-Dunántúli operatív program keretében 2007 és 2013 között 170 milliárd forint uniós forrására pályázók rendelkezésére a Közép-Dunántúl régióban. Ennek keretében került sor erre a pályázati kiírásra is, amire 2012-ben pályázott Nagyvenyim község önkormányzata. Célja a belterület vízrendezési problémáinak megoldása volt, és ezen forrásokból 91 millió forint visszarendítendő támogatást nyert a település a beruházás megvalósításához, úgyhogy mindössze 10%-os önerőt kellett biztosítani a munkálatok elvégzéséhez. A 2014-20-as időszakban jelentős változás lesz, hogy a 2012 óta a megyei önkormányzatok felelősséges feladata a terület rendezési feladatok ellátása, és ennek kapcsán nyilván indul egy új tervezési időszak, amire a megyei önkormányzatok már úgy gondolom nagyon alaposan felkészültek, és megkezdődött a megyék részéről a 2014-20-as időszakra már a projektek gyűjtése is, hogy rövidesen számíthatnak mind a KKV-k, mind pedig az önkormányzatok arra, hogy a megyei önkormányzatok megkeresik őket, és projektötleteket, javaslatokat kérnek az elkövetkezendő tervezési időszakra. Megközelítőleg 60 ingatlan belvíz elvezetése oldódott meg a község által még 2012-ben megpályázott csatornázással. Galambos Dénes, aki a szívén viseli a község sorsát, pozitívan néz a jövő elé. 1990 óta voltam önkormányzati képviselő, és 11 éven keresztül pedig a település alpolgármestere. Így abban az időszakban, amikor ezek a kérdések, mint belterületi vízelvezetés felmerültek, az első pillanatok kezdve folyamatosan figyelemmel kísértem, és az volt az elképzelés az akkori testületeknek, amelyet a mostani 2010-14 között működő képviselőtestület valósított meg, hogy azokon a területeken, ahol akut problémák vannak a csapadékvízelvezetést, illetően ott lépni kell. Megrendeltük már a 90-es években a település teljes egészére a csapadékvízelvezetési terveket, amelyeket azon forrás hiányában nem tudtunk megvalósítani. És az új Széchenyi terv keretében nyit lehetőség 2010-14 között forrás szerzésére, és ebből tudott megvalósulni ez a ma átadott mű, ami 91 milliós támogatással 164 ingatlannak a védelmét szolgálja. Ezt folytatni kell, és mivel itt a településen élek, és vannak napi információk is, látjuk azokat a helyeket, ahova tovább kell lépni, főleg a településnek a mezőfalva irányába eső részén, ahol 2-3 ütemben 2014 és 2020 között az új uniós forrásokból élhetően meg tudjuk oldani ezt a problémát teljes körűen. Munkatársaim nevében is köszönöm megtisztelő figyelmüket, tartsanak velünk továbbra is. Viszontlátásra!